Energiatakarékos és energiatudatos otthonoknál arra is érdemes figyelni, hogy milyen húzatot tartunk fenn az épületben. Ugye nem csak arra a húzatra kell gondolni, amikor kinyitjuk az ablakot, és valamiféle légmozgás elindul a beltérből a kültér felé, hanem egész egyszerűen egy folyamatos húzatban ülhet az ember a lakáson belül is, épületen belül is. Hogyha a tömítések nem megfelelőek, az ablakok nem jól záródnak, túl sok kulcsuk van, olyan anyagok vagy szerkezetek épültek be, amiknek a toldásain tud légmozgás kialakulni. Lehet ez akár egy egyszerű födém, amint keresztül átjut a belső oldali levegő és a kültér felé mozdul el, tehát egyfajta ilyen belső húzatot indít el ezáltal, de tényleg egy félig be nem csukott ajtó, vagy egy kibe járkálás, egy folyamatos ajtónyitogatás is előidézhet olyan húzatot, amit bent úgy érzékelünk, hogy hidegebb van, mint kéne, tehát a hőérzetünk romlik. Tehát egy adott hőmérséklet mellett is, tehát egy magasabb hőmérséklet mellett is tudunk fázni abban az esetben, ha valamiféle húzat, valamiféle légmozgás van állandóan jelen az épületünkben. Tehát próbáljuk ezeket fellelni, megtalálni, zárni, tömíteni, és akkor a hőérzetünk is javul, és nem kell emiatt magasabbra emelni a belső hőmérsékletet, nem kell emiatt többlet energiát elhasználnunk, legyen az az energia áram, vagy gáz, vagy egyéb.